Azt szokták mondani, hogy az MLM-re mindenki alkalmas, bárki sikeres lehet benne. Ezzel szemben az a tapasztalat, hogy a legtöbbje pofára esik. Akkor itt valami turpisság van, öntsünk tiszta vizet a pohárba, oszlassuk el a ködöt. Az, hogy ki milyen előképzettséggel, iskolai végzettséggel vág bele ebbe a szakmába, az teljesen mindegy. Ugyanis senki nem a nulláról indul, már ha van egyáltalán, hogy nulla pont. Van, aki messze a mínuszból, és olyanok is vannak, akiknek gyárilag vannak olyan képességeik, amikkel rögtön néhány mezőt előre tudnak ugrani. Egy azonban biztos, senki, de senki nem lesz sikeres ebben a szakmában sem, mint ahogy más szakmákban sem, tanulás nélkül. Tök mindegy, hogy honnan indul el. Szóval a kérdésre, hogy tényleg mindenki alkalmas-e MLM-re, az a válasz, hogy igen és nem. Alkalmas, hogyha hajlandó tanulni, és nem alkalmas, hogyha erre nem hajlandó. Képzeld el, a DXN-nek van egy nagyon sikeres olasz gyémántja, aki süketné van. Képzeld el, hogy egy olyan szakmában sikeres, amelyiknél végül is a kommunikációs képesség egy alapkövetelmény. Tehát még ez sem kizáró ok. Ha megnézed bármelyik sikeres MLM vezetőt, egyik se úgy jött a világra, hogy mindazt tudta, amit most. Közülük az egyik legismertebb, Eric Worre például lélegzetelállító összegeket költ évente a saját képzésére. Pedig azt gondolnád, hogy ő aztán már mindent tud. Lehet, hogy nem hangsúlyozzuk eléggé mi, akik már benne vagyunk, az újaknak a tanulás fontosságát. Én úgy látom, hogy a legtöbb ember úgy képzeli az egészet, amikor belevág az MLM-be, hogy egyetlen egy dolog fog változni, az ő havi jövedelme. Azon kívül semmi. Se ő, se az ő tudása. Hát erre mondaná Hofi Géza, hogy mama, ha ébren van, ne álmodjon. És szerintem még egy nagyon fontos tulajdonságra van szükség a sikerhez, a kitartásra. Hogy addig nem hagyod abba, amíg mindazt meg nem tanultad, ami szükséges. A network marketingben az a nagyon jó, hogy ha nem keresel vele eleget, annak egyetlen egy oka van, nem csinálod még elég jól. Nem az időjárás változás, vagy a holdfázisok, vagy a globális felmelegedés. Nem csinálod még elég jól. Tehát az összes teendőd az, hogy megkeresed, hogy hol van a hiba, ebből tud neked a felső vonalat segíteni, kijavítod a hibát, és mész tovább belőle. Hogyha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat, iratkozz fel a YouTube csatornámra. Ha van egy jó kérdésed, amire szeretnél választ adni, írd meg kommentben, és tarts velem, és váltsunk azt ott együtt.